Két évvel ezelőtt adták át Szabolcs község történelmi főutcáját. Megoldották a földfelszín alatti vízelvezetést, kerékpáros baráttá alakítva az utcát. A településen, ahol október végén adták át a megújult községházát és az orvosi rendelőt, más fejlesztések is megvalósultak az elmúlt években. Ezen közé tartozott az új óvoda átépítése. Jelenleg 16-18 körül van a gyerekek száma, akik óvodába járnak nálunk. Egy részük az nem is szabolcsi születésű, környékbeli településükről hozzák ide, de nyilván ennek oka az, hogy a gyerekek felkészítése az iskolás évekre az olyan szintű, ami a szülők részéről a maximális megelégedést váltotta ki. A polgármester kiemelte a beruházások sorából a jelenleg romos állapotú Tomori kúria felújítását, amely már el is kezdődött a Nyíri Mezőség turisztikai attrakció fejlesztését szolgáló projekt keretében több mint 200 millió forintból. Ez az idei vírushelyzet, ez nagy mértékben hátráltatta az építkezés menetét. Volt időszak, amikor szüneteltetni kellett a tevékenységet, különösen akkor, amikor a Maradj Otthon program volt. Emiatt van egy kis időbeli csúszásunk, de a következő esztendőben mindenképpen szeretnénk évvégére tető alá hozni. A fő funkciója és feladata az a földvárak, nem csak a szabolcsi földvár, hanem a földvárak bemutathatóságát szeretnénk egy kiállítás keretében a látogatók elé tárni majd. Akik pedig eljönnek ide, minden bizonnyal meg is látogatják majd a néhány perces sétára lévő szabolcsi földvárat, amely az ország legjobb állapotában megmaradt földvára. Néhány hónapja már a Tiszán érkezők is könnyebben megközelíthetik a mintegy 400 ember lakta települést a nyaralóhajó programnak köszönhetően. A Tiszatótól Dombrádig tart a Tiszán, tehát mondjuk a választókerületben Tiszadobtól Ibrányig tart, és beleesik Szabolcs is. Egy kikötő épült, tehát ha a nyaraló hajót kibérel egy család, vagy egy nagyobb társaság, akkor itt megállhat Szabolcson, kiköthetnek, hozhatják a kerékpárt, hozhatják a túracipőt, és bebarangolhatják a környéket. Azokat, akik két keréken érkeznek, a kerékpáros infrastruktúra javítása segíti a településen és a térségben.